örömmel várják a menázsit. Meg tudnánk mutatni mellik a legeredményesebb volt versenyhímet 2016-ban. Csodálatos hím. 07-es. A gyűrű száma. 75-75-07. Ez egy kék hím. Volt neked egy csodálatos tenyésztőjöd, a hosszú körmű. Az a hosszú körmű családjához tartozik talán, vagy? Hát rokonságban van vele. A hosszú körműnek az apja, meg ennek az apja féltestvérek voltak, de mind a kettő a Göröszdös Lajos féle 1190-es hímnek a gyereke volt. A 314-es is, meg aki tulajdonképpen Szlovákiában versenyzett, de most Magyarország. De a Csordás Karcsinál repült az 1190-es. És az annak az unokája. Értem. És milyen tenyésztést folytatsz? Rokontenyésztést? Vonaltenyésztést. Vonaltenyésztést. És a legeredményesebb versenytojódat is megmutatod? Ja, mutatom a 02-est. Ott a sarokban egyébként, ahol a volier van, ott a tenyész madarak vannak elhelyezve. Egy csodálatos kék tojót hozott ki a borúsportás, aminek a gyűrű száma 75-75-02. Egy kék tojó, ez a legeredményesebb verseny tojó 2016-os évben. Ő hány helyezést repült? 11-et. 11 helyezést, és ebből mennyi díja van? Én az ilyesmit nem szoktam nézegetni. És ebben benne van a hosszú körmű család? Hát ebben is csak olyan érintőleges. De az az alapja végül is. Igen. A hosszú körmű. Hát itt elmondhatom azt, hogy a galambok 80%-a rokon a másnak. Értem. Csak arra vigyázok mindig, hogy a vonal stabil maradjon. Uh-huh. Ezt meg úgy lehet elérni, hogyha én a jó tenyészhímemhez különböző tojókat párosítok, de arra kell figyelni, hogy a tojók egymással soha ne legyenek rokonságban, mert akkor elvihetik-e más irányba a vonalat. Értem. Hát be is fejezzük itt a riportot ebbe az imankóba, mert itt már remegünk nem csak a galambok, hanem mi is. Olyannyira, hogy az ivóvíz is perceken belül befagy.